És mielőtt Esztergom dolgairól beszélnénk, egy rövid helyreigazítás. A tegnapi adásban elhangzott műsorvezetői megjegyzés, mely szerint idézett, hát vagy akár alkalmasabb is lehet bármiféle üzletre, hogyha nem akarjuk, hogy mondjuk az érintett politikus nevén fusson ez a pályázat vagy pályázó. Tehát akkor jó egy sógor, idézet bezárva. Azt a hamis látszatot kelthette, hogy Budai Gyula unokaöcsének apósa által elnyert földpályázat mögött maga Budai Gyula államtitkár áll. Ez az állítás azonban nem felel meg a valóságnak. Helyreigazítás vége. És akkor nézzük, hogy mi van Esztergomban. A 400 millió forintos inkasszóról az év elején már beszámoltunk, és most egy újabbról is beszámolhat a város polgármestere, Tétény Éva. Jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Ez viszont már azt jelenti, hogy nincs segély, nincs gyermekétkeztetési támogatás, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Esztergom csőd. Ezt gyakorlatilag most már majdnem két éve mondjuk. Csak itt konkrétan megtörtént az, amire senki nem gondolt, hogy az a 400 milliós inkasszó, emlékeztetnék rá, hogy ez annak az 1 milliárd 118 millió 700 ezer forintnak közel az egyharmada, amelyet az átvett intézmények miatt az állam az önkormányzat nyakába ajándékként adott még az év elején. Ez azt jelenti, hogy addig, amíg ezt a 400 milliót nem gazdálkodja ki az önkormányzat, semmit nem fizethet ki, sem az átmeneti szociális segélyeket, sem a gyermekétkeztetéshez való hozzájárulást, sem a közüzemi díjakat, sem például a szemétszállítást, sem a síkosításmentesítést. Tehát tulajdonképpen a város leállhat, és újra kikapcsolhatják a közvilágítást. Tehát az első alkalommal sem állt le, hát gondolom azt is valonnan előteremtették. Tehát ez már nem az első inkasszó, itt ugye az oktatási intézmények átvételének a árát inkasszózza a kormány. Tehát akkor ez már 800 millió eddig, tehát ez a második inkasszó? Vagy 350 meg 400, akkor ez akkor a 750 igen, millió lenne. Azért emlékeztetnék rá, hogy amikor először leemelte áprilisban ezt a pénzt, akkor az a márciusban bejött adófeltöltés nem ment el az úgynevezett adóságrendezésre. Ugyanis az az adó, ami bejött, az 1 milliárd 200 millió, annak 887 milliós része elment az adó rendezésre, meg a kifizetetlen számlákra. Tehát addig, amíg áprilisban ténylegesen volt pénz az önkormányzatnak erre az állami inkasszóra, addig ez most az adósságrendezés miatt nem áll a rendelkezésre, tehát emiatt súlyos a helyzet. Erről a 880 millió forintról beszélt Zoltai Dániel, fideszes képviselő is, a pénzügyi bizottság tagja az MTI-nek, és ő azt mondta, hogy a Fidesz képviselőcsoportja például megegyezett a hitelezőkkel, hogy 580 millió forintnyi adósság kifizetését majd decemberre halasztják, így maradt volna még a városnak 180 millió forintja, tehát nem lett volna csőd, veszély, meg veszélyben a bérek, vagy veszélyben az összes fenntart az intézményeknek, és akkor azt mondta a képviselő, hogy ön pedig szeptember végén a fizetési határidő előtt két nappal 880 millió forintot utalt át a hitelezőknek, és hát így akkor értelmetlenné vált a megállapodás. Miért utalt át? Azért, mert jogerős bírósági végzés van rá. Egy évvel ezelőtt az volt a probléma, hogy nem sikerült szeptember 30-ig átutalni, mert a pénz ugye ezt nem tudta megtenni. Most elkezdtük egy héttel hamarabb a munkát, pont azért, hogy ne legyen ilyen probléma. Ráadásul emlékeztetnék rá, hogy a Fidesz frakció bárkivel tárgyalhat, addig, amíg a képviselőtestület nem hoz döntést, senki nem írhatja felül a bírósági végzést, tehát ők bármiben megállapodtak volna, vagy megállapodhattak volna, amiről én természetesen nem is tudtam, de hát úgy látszik, ez már Esztergomban, akkor sem lehetett volna végrehajtani, hiszen egy jogerős bírósági végzést nem lehet felülírni. Erről nem is tudott, hogy a hitelezőkkel tárgyalnak az önkormányzati képviselőtestületi tagok? Nem, én onnan kaptam róla értesítést, hogy a jegyzőnek szóltak, hogy állítsa le a leutalást, vagy állítsa le az utalást. Az már csak egy másik kérdés, hogy egy önkormányzati képviselő nincs tisztában vele, hogy a jegyzőnek nincsen ilyen hatásköre, hiszen az utalványokat a polgármester írja alá. És ez is mutatja azt, hogy ha nem hajlandóak tárgyalni, tehát semmi fajta együttműködés nincs a Fidesz frakció és a polgármester között. De mondjuk játszunk el a gondolattal, ténylegesen azt mondják, hogy csak decemberbe kell kifizetni ezt az összeget. December 20-án újabb 333 milliós inkasszó várható az államtól, ráadásul nincsen plusz bevételünk, tehát itt maximum azt oldották volna meg, hogy mondjuk nem most, hanem egy hónap múlva legyen ez a probléma, és ha még a gondolattal eljátszunk, hogy a 180 millió és a mostani 400 milliós inkasszó között is van pár száz millió különbség,
Akkor én csak egyet kérdeznék Zoltai úrtól, hogy miből kívánták volna ezt kifizetni. Arról már nem beszélve, hogy ez az 580 millió, szeretném látni, hogy honnan adódik, mert ez sem jogilag, sem számszakilag nem helyes. Konkrétan kimerem jelenteni, Zoltai úr hazudik. Hát nem ennyi a tartozás? Vagy mi az, nem jön helyes? Ki ez a szám, tehát lehet, hogy levezették, én nem tudok róla, de amire ő hivatkozott egy ilyen magánbeszélgetésben, hogy ő mit gondol, hogy kik ígérték volna meg, ez sem írásban, sem pedig hivatalosan sehol nem lehet. De ezt most az MT-nek nyilatkozta. Tehát most hát nem egy magánbeszélgetés. Mondani sok mindent lehet, akkor arra is emlékeztetnék, hogy egy pár héttel ezelőtt a sajtó tele volt azzal, hogy Zoltai úr megegyezett a Reneszánsz ZRT-vel, visszavonta a kifizetési meghagyását a Reneszánsz ZRT, ez egy 102 milliós már lejárt határidejű számla. Zárt ülésen a Reneszánsz képviselője jegyzőkönyvben mondta, hogy nem vonták vissza ezt az inkasszót, tehát tételesen tudom állítani, hogy Zoltai úr szava hihetősége, hát, hogy is mondjam, finoman kifejezve, tulajdonképpen semmis. Hát majd megkérdezzük Zoltai urat, hogy akkor ő neki hogy jöttek ki ezek a számok, akkor ön meg azt mondja meg, hogy hogyan tovább? Tehát mostantól, tehát a mai naptól a sors fintora, hogy október 3-a van, akkor ma 2 éve voltak az önkormányzati választások. Tehát napra pontosan 2 éve polgármester ennek a városnak, napra pontosan 2 éve tart ez a, hát azt mondom, hogy kutya-macska barátság, az akkor lehet, hogy nagyon enyhén minősítettem a városban. És hogyan tovább? Hát én csak szappanoperának hívom, ugyanis bárhol az ember bekapcsolja vagy bekapcsolódik a folyamatba, ugyanazt látja. Pontosan 2 évvel ezelőtt körülbelül 1 milliárdos hiánya volt az önkormányzatnak, most is ennyi van, és 1 évvel ezelőtt az állam azért vette át az intézményeket éppen októberben, hogy megmeneküljön a város egy ilyen csődhelyzettől. Csak hát azt elfelejtették mondani, hogy továbbra is nekünk kell fizetni, és ezt nem tudjuk. Így vagy egy azonnali gyors kormányzati beavatkozásra van szükség, az úgynevezett önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe jutott településekre a támogatási pályázatot benyújtottuk, vagy egy újabb adósságrendezésre, amihez most már ténylegesen egy alkotmánybíróság által nem megsemmisített reorganizáció, illetve egy pénzügyi terv is tartozik majd, mert Esztergomban jelenleg nincs. Tehát van egy olyan megállapodás, aminek a végrehajthatóságát nem lehet és nem is tudjuk ellenőrizni semmilyen módon. Mert ahhoz egyetértés kéne. Hát egyetértés is kellene, pedig, és már is mérték szakmai munka is, mert hogy szakmai egyeztetések sem történnek meg. Arról aztán már végképp nem beszélek, hogy Esztergomban olyan cégbirodalmat épített fel az előző városvezetés, ami kifejezetten veszteséget termelnek. Mondok egy konkrét példát. 1 milliárd 680 millióért megvették azt a mélygarást, aminek most például az adósságrendezésben egy 292 milliós részletét fizetjük 4 éven keresztül. Kimutatta a Strigonium ZRT, aki végzi a parkoltatást, hogy 1 évben mínusz 18 millió a veszteség rajta. Végezzünk egy gyors számítást, a múltban mikor térül majd meg ez a nagy beruházás? Tehát Esztergomban nagyon sok olyan dolog van, aminek a reménye sincsen meg, hogy valamikor megtérüljön. Na most ezeket az ingatlanokat le kellene ülni, és meg kellene mondani, hogy eladjuk, esetleg olyan üzemeltetőnek adjuk, aki mondjuk nem veszteséget termel, mondjuk éppen csak nullát, vagy mondjuk a felszíni parkoltásból járó bevételek nem a Strigoniumhoz, illetve a Grand Parkoló Kft-hez kerülnek, hanem az önkormányzathoz. Másfél év alatt alig 1 milliárd forintot mutatott ki a Strigonium ZRT, hogy ennyi bevétele vagy nyeresége származott a parkoltatásból. Ezért voltam kénytelen egy rendőrségi feljelentést tenni, hogy ugyan már vizsgálják meg, hogy ez hogyan lehetséges. És folytathatnám még a sort, ami az embereket azért keseríti el, mert amikor nincsen vagy nem ad a testület mondjuk az útkátyúzásra 8,5 millió forintot, akkor látják az emberek, hogy hogyan szórták ki a 100 milliókat értelmetlen beruházásokra? Én mindig azt mondom, hogy csak azt kívánom, hogy legközelebb úgy beszélgessünk, hogy végre összeültek, megegyeztek, megbeszélt, félretettek mindent, de nincs remény rá. Tehát azt tudom mondani, látom, várni kell. Tudom mondani, 2 év után erre remény nincs, vagy egy új választás, vagy még 2 év. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.